2021-ben jelentős veszteséget okozott a kiszámíthatatlan időjárás a gazdálkodóknak. Október végéig országosan mintegy 10 milliárd forintot fizettek ki a növénykárokra a biztosítók, döntően a jégverések miatt. Ennek a betakarítási ideje majd valamikor októberben, október vége. Tehát most attól függ, ugye nagyon kevés csapadékot kaptunk májusban, egy kicsit többet, áprilisban jóformán semmit. De valahogy úgy jött mindig, hogy az utolsó pillanatban jött az eső, hogy még talán még bizakodtunk, hogy nem lesz baj, nem lesz baj. Tehát a kukoricának adott egy utolsó esélyt, és nem is lett volna, de most már ott voltunk megint, ha nem lesz eső, akkor nagy baj lesz, de most volt eső, de vég is volt. Még júliusban jártunk ennél a medinai gazdánál, akkor a jégeső komoly sérüléseket okozott a napraforgón, a kukoricán és a dinnyén. A kész dinnye már. Csak éppen nem éred be. A lombját azt teljesen lesz, és azt a totál. Micsoda, mekkora kár ez? Hát ki lesz számolni? Ez a dinnye, csak így ránézésre szerintem, ez a dinnye hektáronként egy 500 marzsa, 50 tonna dinnye. Az idén bekövetkezett mezőgazdasági károk után november 30-áig igényelhetnek enyhítő juttatást azok, akik az esetről bejelentést is tettek. Továbbá a kártérítést legkésőbb 2022. március végéig kapják meg a gazdák. És a kártérítési alap azt szolgálja, hogy azokat a károkat, amit megszenvedtek a gazdák, valamilyen szinten realizálják, illetve 80%-ban maximálisan tudják kompenzálni. 80%-os kompenzáció annyit jelent, hogy azon gazdálkodók, akik rendelkeznek üzleti biztosítással, ők jogosultak a 80%-os kárnyítési juttatásra. Azon gazdák, akik ezzel nem rendelkeznek, akkor 80%-os csak az 50%-át kapják meg. Nagyon fontos tudni, hogy az idei évben november 30-án 24 óráig lehet beadni ezt az igényt a Magyar Államkincstárhoz, az Államkincstárnak a weboldalán, illetve, hogyha valakinek szüksége van rá, akkor természetesen a kamara falugazdászai is rendelkezésére állnak az ügyfeleinknek, illetve a gazdálkodóknak. Itt szeretném felhívni a gazdáknak a figyelmét arra, hogy az idejében már tudnak kötni biztosításokat, alapbiztosításokat az üzleti biztosítóknál, illetve a jövő év tavaszán is meg tudják ezt tenni. Azért hívom fel a figyelmüket erre, mert igen szélsőséges időjárások vannak az elmúlt pár évben, és hogyha erre pénzügyre nem készülünk fel, és nem kezdünk el pénzügyileg tervezni ezzel kapcsolatosan, akkor ezek a károk egyre jelentősebbek lehetnek. Ha valaki mégsem köt biztosítást, és csak a kárnyítési alapra alapozza a jövőjét, akkor nagy valószínűséggel kellemetlen helyzetbe fog kerülni. A támogatás többek között aszály, jég, fagy, illetve vihar okozta károkra igényelhető. Biztosítottnál van egy komplett lista, és azt kell, hogy mondjam, hogy minimális összeg, most egy fikciót mondom valójában, tehát hogy még egy 5 millió forintos kár eseménynél az éves díjan 50-100 000 forint között van. Nyilván ezt meg kell nézni tarifába, de jelentős a különbség az árban, a befizetendő díjban és a kárhányadban, illetve a szolgáltatásban. Ezért javaslom a gazdálkodóknak, hogy ezzel foglalkozzon. A felhőszakadástól kezdve a viharkáron keresztül több minden van, amit a biztosító tudna biztosítani az ügyfelek részére, illetve a gazdálkodók részére. És mondom, árértékbarányban azt gondolom, hogy megéri az ügyfeleknek, illetve a gazdálkodóknak biztosítást is kötni, nem csak a kárnyítési alapra számítani. A másik nagyon fontos dolog, hogy a kárnyítési alapnak a juttatását az 2022. március végéig fogja a Magyar Államkincstár az ügyfelek felé, illetve a gazdálkodó felé rendezni, illetve azoknak, akik jogosultak erre természetesen. A kárnyítési juttatásnak az alapja a tárgyévi hozamérték, illetve a referenciérték közti különbség lesz, és a 2016 és a 2020-as évnek az átlagát fogja figyelembe venni a Magyar Államkincstár, illetve ha valaki rendelkezik pontos adatokkal, illetve pontos értékalapokkal, akkor azt is figyelembe tudja venni még a Magyar Államkincstár. Nagyon fontos azt is tudni, hogy ebben az évben, ugye novembert mondtam, hogy utoljára addig lehet bejelenteni, november 30-áig, de évközben is volt bejelentés, és aki azóta korrigálni szeretne, az november 30-áig tudja ezt megtenni.